és nézzük a DVTK kezdő összeállítását. A kapuban Danilovic, Szatmári, Bokros, Bárdos Bence, Csirmaz, Lukács, Szőke Adrián, Bényei, Koman Vladimir, Holdanf Gergő és Gera Dániel kapott lehetőséget, bizalmat a mai napon, ezen a korai utáni összecsapáson itt Mosonmagyaróváron. És Szalka kapja vissza egy kényszerítőt, követően már a 16-oson belül Danilovic. Nagyot védett, kipattant róla. Bényei, Holdanf, Bokros. Bokros ellövi távolról, nem is olyan sokkal mellé. Bokros kapja vissza, ezt akár már be is lehet adni, meg is történik. És megint debreceni érkezett oda, de eladják a hazaiak a saját kapujuk előterében, és a kapufáról kipattanót Gera lőné vissza. Szalka nem volt les a kiugratásnál. Ott volt Szatmár és blokkolt, az ismétlés pedig mellé száll, de nem sokkal. Ezután viszont kikaptak itthon a Budafoktól. De érdekesség, hogy nyerni tudtak legutóbb Szegeden. És Kozár Mislenyben egy nagy lövés. Megmenti még az alapvonal előtt. Simita fejeli ki. Koman, megpattanó lövés, nem sokkal mellé. Szöglet lesz. Bényei. Ellövi Bényei a rövid sarok irányában. Lukács, nincs lesen. Jeserevics vele szemben. És a távoli lövés Komantól. Koman. Bényei megy fel, el tudja fejelni a labdát. Jóval határozottabbak a diósgyőri játékosok az ellenfél 16-osán belül. Szatmári mellett megindulnak a hazaiak. Jónak tűnt a beadás is középre, szerencsére egy picit hosszú volt. Horváth Kevin és Szalka Dominik beszéli meg, hogy ebből a szabadrúgásból mit lehetne kitalálni. Aztán egy távoli lövés. Gera. Koman, Szőke, Lukács beteszi középre. Nagyjából szerintem egy azért még lesz pluszban. Koman, Holdanf. Nagy távoli átlövés, mint Békés Csabán. Holdanf, lövi el kapufa! Szatmári csúsztatja ki, és aki pattanót fölé lövik. És a bal oldalon támadhat a DVTK. Szőke egyelőre viszi, vezeti a labdát a sűrűjéből, tovább tudja ugyan tenni. Koman pedig jól veszi észre Gera Dániát. Gera a 16-oson belül. Gera lövi el! Bokros nagyja a szemben. Danilovics. Holdanf. Egy távoli lövés, pontosan a kapu közepére. Ebből viszont helyzet alakulhat ki. Lukács indul meg, egyedül van, most zárkózik Koman bent. Lukács egyelőre ezért tartja a labdát, és még mindig ő. Gera most már a 16-os vonalánál. Gera húzza el kifelé, és Jurek Gábor is érkezik majd rövidesen. De nézzük most a diósgyőri támadást. Gera kapja kint a jobb oldalon. Jön a beadás középre, a harmadik kapufa. Horváth Kevin adja be középre Szatmári. Jurek. Mehet tovább a meccs. Az oldalhálót találják telibe. Jurek. Összeszedi az oldalvonal előtt. Jurek indul el befelé, egyelőre nem támadják. Ki tudja tenni Csirmaznak. Jurek kapja vissza. Van előtte hely, visszarúgja Jurek! Megint visszarúgja, ahogy szokta, és megint ott pihen a labda a bal alsó sarokban. Jurek Gábor góljával a mérkőzés 67. percében, a második félidő közepén a DVTK megszerzi a vezetést. Horváth Kevin. Nyilvánvalóan arra azért lehet számítani, hogy a Mosonmagyaróvár megpróbál majd tartalékokat mozgósítani. Illés. Ez így helyzet mellé.
Szalka révén kontrát vezethet a hazai együttes. Horváth Kevin. Illés. Meglövi távolról, Danilovics leért. Jurek mehet. Jön a beadás a kapu elé, megpattan gól. 2-0. Jurek beadása. Talán eljutott volna Eppelhez, de nem kellett, hogy eljusson Eppelhez. Mert Deák Istvánról felpattant a labda, ami aztán a hosszú sarokban kötött ki. Bertus. Még így is jó, Pap Marcell. Betör a 16-oson belülre, és ott a harmadik. Eppel Márton a gólszerző. Ezzel végképp eldőlt a találkozó sorsa, hogyha bárkinek egy szemernyi kételje is támadt volna. Eppel góljával a DVTK végleg lezárja ezt a találkozót. 3-0 ezzel.